És míg az első meccsen Pécset legfeljebb félházadi komlón teltház előtt hatalmas hangulatban játszott a két pécsi csapat, a mérkőzés az első fél idő utolsó két percében látszott eldőlni, ekkor lépett el a Pink 8 ponttal a Peactól. A telefonnál Iványi Dalma, a Pink 38. évében járó sportvezetőként is ténykedő legendája. Halló, jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok, köszöntök minden kedves nézőt, szia! Dalma, ahogy az első negyedben a te pontjaiddal voltatok versenyben, hogy érezted, mikor törtétek meg a Peac ellenállását? Én azt gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve nagyon jól játszottunk, mi tudtuk irányítani a mérkőzést, és bár fej-fej mellett haladtunk, tehát követtünk el hibákat, és ugye a Peac is dobott szép kosarakat és jól játszott, de én azt gondolom, hogy a mérkőzés elejétől kezdve mi azzal az attitűddel mentünk ki a pályára, hogy ott semmi más nem történhet, csak az, hogy mi fogunk győzni, és hál' Istennek ugye ezt végig éreztetni is tudtuk az ellenfél játékosaival. Mit éreztél az ellenfélen? Volt egy pont, amikor feladta a meccset, mert hogy ennyire jók vagytok, ennyire jól ment nektek, hogy ezzel érezték, hogy nem tudnak mit kezdeni? Én azt gondolom, hogy ők elég fáradtak voltak, fizikálisan is, mentálisan is, fáradtabbak voltak, mint mi. Én azt gondolom, hogy ezt egy pillanatig se éreztük rajtuk, és nem gondoltuk, hogy ők feladták volna. Ugyanbár elmentünk meccs közben is, aztán visszajöttek, akkor megint nekünk kellett úgymond őket egy kicsit tehát visszakényszeríteni a padlóra. Én azt gondolom, hogy egy bajnoki döntőben már nem lehet ilyenről beszélni, hogy bármelyik csapat is feladná bármilyen szituációban a mérkőzést, és tényleg ezt nem szabad gondolni egy pillanatig se. Én azt gondolom, hogy mi ezért is tudtunk a második mérkőzésen egy úgymond könnyűnek látszó győzelmet aratni, mert végig koncentráltunk, és kiadtuk magunkból a maximumot. Amikor együtt voltatok a pályán az amerikai Kennedyvel, ugye 20 pontot dobott a kis irányító, akkor kimondottan szaladt a Pink szekere, pedig látszólag hasonló poszton játszatok. Mi a taktika ilyenkor? Én azt gondolom, hogy már korábbi pályafutásom során is volt az, hogy másik irányítóval együtt pályán voltam, és úgymond egy ilyen két hátvédes megoldást játszottunk. Én azt gondolom, hogy ez tehát ideig óráig egy nagyon-nagyon jó fegyver lehet, mert mind a két játékos, aki irányító poszton játszik, egy kicsit felszabadultabban tud játszani. Tudja, hogy ott van a társa a háta mögött, ha éppen neki valamilyen problémája van, és pont az, hogy a Kennedy meg kimondottan egy gólerős tehát játékos, és amikor nem irányító poszton játszik, akkor ugye még jobban tud a kosárszerzéssel is foglalkozni. Tehát én azt gondolom, hogy ez tényleg a második mérkőzésen is, de a párharc során is egy jó fegyverünk lehet. Ugye az első pécsi meccsen is nyerhetetek volna, hogy a hajrá előtt 59-54-re még vezettetek, aztán hosszabbítás lett, és ott elfogytatok. Ma nyerni mentek Pécsre? Mindenféleképpen nyerni megyünk, mi az első meccsre is úgy mentünk, ott akkor sajnos nem sikerült, de ma mindenféleképpen nyerni szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nekünk azért adott egy kellő önbizalmat és megerősítést ez a pénteki győzelem, mert a szezonban először le tudtuk győzni a Peac csapatát, tehát úgymond elhisszük azt, hogy ők is egy verhető csapat, és én azt gondolom, hogy ez kell, hogy egy olyan önbizalmat adjon nekünk, ami nem kell, hogy túlzó legyen, de tényleg látjuk azt, hogy igenis meg lehet őket verni, és ezt ma szeretnénk a hazai pályájukon is újból megcsinálni. Dalma, azért nem különös az, hogy ugye így kell kérdeznem, hogy Pécsre mentek, hogy te hogy éled meg ezt a furcsa kettősséget? Pécsi csapat nem Pécsen, pécsi csapat pécsi csapat ellen. Igazából én azt gondolom, hogy amikor a pályán van az ember, akkor ezeket az érzelmeit azért úgy félre tudja tenni, meg idestóban most már lassan volt két évünk hozzászokni, hogy mi Pécsen itt idegenbe játszunk. Én azt gondolom, hogy tényleg inkább a pozitívumait próbáljuk látni, és tényleg ez segít nekünk, hogy nagyon sokan a csapatból, ugye a Lauberdőző sportcsarnokot nagyon jól ismerik, rengeteget játszottunk ott, tehát tényleg, mintha hazai pálya lenne, plusz ugye azért szurkolóink is nagyon sokan el tudnak jönni, tehát én tényleg azt mondom, hogy az első mérkőzésen is ezt éreztük, hogy két hazai csapat van, és igazából nem feszélyezett ez minket, vagy nem volt egy pillanatig se rossz érzés, hogy tehát mintha mi idegenbe lettünk volna. Na most ilyen állatok Komlón egyébként hatalmas a hangulat, teltház volt a meccsen. Nagy Bújdoson Nóra, a Peac válogatottja, egy riportban arról beszélt, hogy hát valahogy mégis ennek a két pécsi csapatnak egyesülnie kellene ismét, a testvércsapatoknak összefogni. Szerinted van ennek belátható időben a realitása?
Én azt gondolom, hogy van realitása, és kell, hogy legyen realitása. Én is egyetértek Nórival, és igazából már több helyen elmondtam én is, hogy a jövő az ez, hogy Pécsnek nagyon-nagyon szép dolog, hogy két csapata van, és ugye azok a döntőbe játszanak, mert ez mutatja, hogy milyen erős Pécsett a kosárlabda továbbra is, de én azt gondolom, hogy a jövő szempontjából mindenféleképpen az a szerencsés, és az az előremutató, hogyha egy pécsi csapat lesz, aki ugye próbálja nemzetközi szinten is újból vinni Pécsváros hírnevét. Én azt gondolom, hogy ezen dolgozni kell, és tényleg rövid időn belül meg kell, hogy ez történjen. Végül utolsó kérdésem az idegen légiósok szerepéről. Török Zoltán, a Sopron klubigazgatója azt mondta, hogy azért nincsenek most ők ott a döntőben, hiába voltak esélyesek, mert bealudtak és nem mérték fel, hogy a két pécsi csapat a télen a bajnoki rájátszásra komoly külföldieket igazolt légiósokat. A magyar kosárlabda szempontjából ez rendben van, ez jó? Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, és órákig lehetne róla vitatkozni, hogy mi jó, hogy lehetne szabályozni itt a dolgokat. Én azt gondolom, hogy röviden talán annyit lehet mondani, hogy mindenféleképpen kellenek légiósok, kellenek pont azért, hogy nemzetközi szinten is meg tudjanak mérettetni a magyar csapatok, valamint az, hogy tanulni lehessen tőlük. Itt nagyon fontos, ami én azt gondolom, hogy a Peacnál is nagyon jól sikerült, és nálunk is a Pinknél, hogy jó szellemű légiósok kellenek, akik amellett, hogy jó játékosok tényleg foglalkoznak, úgymond példát mutatnak a mögöttük lévő magyar fiataloknak is, viszont én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy valami olyan törekvést kell megtalálni, ami a magyar fiataloknak is lehetőséget ad, úgy pályára kerülni, hogy azért meg is kelljen küzdeni. Tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon nehéz szituáció. Én azt gondolom, hogy mint ahogy tavaly, ha most a mi csapatunkról beszélünk, nekünk a formaidőzítésünk megint nagyon jól sikerült, hogy a bajnokság vége fele és a rájátszásra sikerült megint úgymond felfrissülnünk, és tényleg top formába kerülnünk, ezért is tudtunk bekerülni a döntőbe, és tudunk a döntőbe is remélhetőleg nagyon jó eredményt és aranyérmet szerezni. Hát Dalma, akkor ez sok sikert nektek, meg jó meccselést, és hát minden jót a pécsi kosárlabda egészének. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Nagyon szépen, köszönöm én is. Szia.